nagyon intenzíven, dinamikusan fejlődik a mezőgazdaság. Egy valami azonban szükséges, mégis hiányzik, az a szellemi tőke, a humán erőforrás, és itt, hogyha ezt helyben, ebben a térségben tudjuk megoldani, megteremteni a humán tőke kiképzését, és azokat a szolgáltatásokat, amelyek ezekhez kapcsolódnak, és mindezt a legkorszerűbb, a legújabb tudományterületeken, mint amelyek a mezőgazdaság digitalizációjához kapcsolódnak, a robotikához kapcsolódnak, és a drón technológiák, ezeket egy egységes rendszerbe fogják össze. Valóban már eljutottunk oda, hogy nem csak a mezőgazdaság, de az élet minden területén nélkülözhetetlenek ezek a kis repülőeszközök, és mi itt Szarvason ebben élenjáróak szeretnénk lenni, de ha nem is élenjárók, mindenképpen úttörőek, elsők akartunk lenni, és ebben egy kiváló partnere találtunk, az ABZ drónra. Mi voltunk az elsők, akik növényvédelmi drónpilóta képzést indítottunk Magyarországon. És én úgy gondolom, hogy az egyetem részére pedig egy nagyon vonzó dolog az, hogy a jelentkező hallgatók a már meglévő felsőoktatáson kívül egy további szakképzés megszerzésére is kapnak lehetőséget. A növényvédelmi drónpilóta képesít és tulajdonképpen is szakképzés. Egy személynek ez a képzés 127 órán vesz igénybe. 4 fő modulból áll a képzés. Ebbe beletartozik egy növényvédelmi alapismeretek modul, beletartozik egy elég intenzív térinformatikai modul. Ezen kívül ugye a repülésben, illetve az agráriumban is nagyon fontos a meteorológia. És ezen kívül természetesen nagyon fontos a repülésből szerzett tapasztalat. Minimum 17 órás gyakorlaton kell részt venni ezeknek a személyeknek. Első körben arra számítottam, mint ahogy a képzés neve is mutatja, növényvédelmi drónpilóta, hogy elsősorban mezőgazdasági vonatkozásban fog ismereteket átadni, de így a képzés végéhez érkezve viszont egy komplex tudással lettem gazdagabb, mind mezőgazdasági, mind pedig ipari tekintetben. Én most doktorandusz hallgató vagyok az egyetemen, és nagyon szeretném a doktori kutatásomba is bevonni a drónokat a monitoring szinten. Azt gondolom, hogy ezt a végzettséget mind az agráriumban, mind pedig a szolgáltatói szférában lehet hasznosítani, attól függően, hogy éppen hova sodor az élet. És nagyon fontos az, hogy amikor nálunk végez egy hallgató, ne engedjük el a kezét. Tehát próbáljuk a jövőben is segíteni, bármiféle gyakorlati, szakmai segítségre, jogszabállyal kapcsolatos segítségre van szüksége, akkor minden ilyen támogatást megadunk neki. Az úttörő szerep azt jelenti, hogy elsők vagyunk valamiben, de nem állunk meg, ez a jó hírem van, Szarvason is folytatjuk, lesz következő képzés, már idén tavasszal, és kívánom azt, hogy legyenek úttörői ennek a szakmának, és vigyék a jó hírét az itteni képzésnek, és bízom abban, hogy más területen találkozunk majd.